Valami, amitől rendetlenség érzésünk van, az elveszett, és az a valami a tekintély. Kiveszett a tekintély a világból, mondom én ezt baloldali szabadelvű emberként, és nem konzervatívként. A felvilágosodás megöli valójában, vagy legalábbis kihívást intéz az egyházi tekintéllyel szemben. 68 nagy ugrással kihívást intéz a hagyományos, klasszikus, ha úgy tetszik, konzervatív, hétköznapi erkölcsökkel szemben. Hogy tetszik, Isten haza család. Az, hogy a politikai, közéleti tekintélynek a porladását látjuk, abban pedig valójában ez a hálózatosodó virtuális társadalom és világ a fő oka. Valójában mindenki szerkesztő, mindenki író, mindenkinek diktafonja van, mindenki véleményvezér, mindenki közösséget szervez, minden álláspontnak van alternatív álláspontja, minden tekintély kikezdhető ebben a világban, nincs erre a válasz. Mindaz, ami együtt tartotta a világot, hit, vallás, egyház, hétköznapi erkölcsök, minden szétesett. Ennek a szétesésnek vagyunk a közepén. És azt is hiszem, hogy ma a magyar politikai valóságban egy intellektuálisan, politikailag, emberileg biztos pont létezik, amely ezt a munkát érdemben végzi, az a demokratikus koalíció. Magyarország azért nem találja helyét ebben az új világban, mert az a kormány, amelyben Magyarországon elég régóta hatalmon van, ez a kormány nem tud mit kezdeni ezzel a fajta realitással. Azért nincsen válaszom, mert valójában nem is érti ezt a realitást. Akkor, amikor a magyar miniszterelnök ingadozik abba, hogy hol a helyünk ebben a világban, és arról elmélkedik, hogy a felemelkedő Kína és az Egyesült Államok közötti küzdelemben nekünk valahol a kettő között kell egyensúlyozni, az nem politikai természetű, intellektuális természetű tévedés, az egy történelmi és erkölcsi tévedés. Ma Magyarországon, látva egyébként a sokak szerint új reménységnek is mondott kollégának a megjegyzéseit, halva a korábban más politikában is bízó tömörülés vezetőit és sok mindenkit, valójában annak a komoly belső hitnek és meggyőződésnek, hogy mi egy felelősséget vállaló, szolidáris, szabad, nyugatos világnak akarunk a részei lenni, és Magyarországot itt kívánjuk tartani, egyetlen egy erős, meghatározó politikai ereje van. Ezek mi vagyunk. Az a küzdelem, amit csinálunk, az valójában Magyarország történelmi helyéért, szerepéért folyó küzdelem. Hogy ennek a hétköznapokban sokszor elveszik a szépsége, a horizontja, hát nézzétek, az nagyjából természetes. Ha hiszünk abban, hogy történelmileg nekünk van igazunk, és őszintén szólva azt gondolnám, hogy nem nagyon lehet másban hinni, akkor abban is hinni kell, hogy majdnem akaratunktól függetlenül a kormányzást olyanoknak kell végezni, akik ezt gondolják, hiszen előbb-utóbb a kormányzásnak a történelem fősodrához kell illeszkednie, mint Szalázár le lehet térni akár évtizedekre is egy útról, de a végén vissza kell kerülni a történelem főutcájára, és ma a történelem főutcáján csak olyanok vannak, mint mi, sőt bizonyos értelemben csak mi vagyunk. Ezért ebből az következik, hogy minden hétköznapi konfliktus ellenére is mellett azzal a felelősséggel kell csinálni ezt a politikát, hogy mi fogjuk ezt az országot történelmi értelemben is kormányozni. Nem azért, mert felsőbbrendűek vagyunk, nem azért, mert nekünk több jogunk van, mint hogy ezt a jobb oldal önmagáról állítja, hanem mert történelmnek igazunk van, és mi azt az igazságot fölismertük, és ennek az igazságnak megfelelően gyakoroljuk azt a politikai cselekvést és részvételt, ami ránk hálul. Ezzel tessék csinálni a politikát, ezzel a felismeréssel. Nem lehet kiadni a hazafiságot albérletbe senkinek, mondom azoknak, akik úgy gondolják, hogy a saját küzdelmüket, amelybe belefáradtak, majd megpróbálják mással elvégeztetni. Nem lehet
egy nemzeti közösséget egyes embereknek megtestesíteni, meg lehet személyesíteni, de a nap végén szervezett politikai közösségekre lehet csak rábízni a haza sorsát, mert más nem bírja el ennek a terhét. Lehetnek nagyszerű, kiváló férfiak és asszonyok, akiknek a perspektívája a végtelen, maga az univerzum, de a nap végén dolgozni kell, és együtt tartani az országot és kormányozni sok ezer ember együttműködését követeli. Amikor polgári Magyarországról beszélünk, és erről értekezünk nyilvánosan, akkor valójában egyetlen egy dolgot mondunk. Szemben állunk azzal az államhatalmi felfogással, azzal az eszménnyel, amit ez a kormány képvisel, ami azt mondja, hogy egy ideológia nevében követeli, kéri, igényli, hogy az ország egésze ezzel a felfogással, ezzel az ideológiával, ezzel az eszménnyel együttműködjön, azt magáinak vallja egyénileg is a keresztény, konzervatív Magyarország eszményét. Azt állítjuk, hogy szabad Magyarország nem létezhet úgy, hogyha az állam vagy az állami főhatalom megmondja, hogy hogyan kell, hogy gondolkodjál, és a lehetséges alternatívák közül az egyiket kizárólagosnak nevezi meg. Mert ebben a pillanatban valójában megmondja a szabad ítélet, alkotás és szabad élet lehetőségét mindenkitől. Mikor egy polgári Magyarországról beszélünk, azt mondjuk, hogy szabad vagy abban, hogy megmondd, hogy te ki vagy, hogy hogyan gondolkodsz, hogy milyen eszményeket követsz, hogy mi a helyed a világban, feltéve, hogyha a többiek számára is biztosítod ezt a szabadságot természetes módon. Éppen ezért a mi polgári Magyarország eszményünk szemben áll a keresztény, konzervatív, Fidesz Magyarország eszményével. Ezen a polgári Magyarországon belül természetesen alternatív politikai utak léteznek. Zöldek, liberálisok, szociáldemokraták, konzervatívok, a bánat tudja kicsodák, viccpártok, single issue pártok és a bánat tudja micsodák. Mi szociáldemokraták vagyunk, akik együtt működnek a náluk még szociáldemokratábbakkal, meg a még zöldebbekkel. De valójában egy polgári Magyarország szociáldemokrata politikai irányáról beszélünk, ezt magyarázzuk el, és amikor rendszer szinten szemben állunk az Orbán világával, az nem csak alkotmányos szembenállás a hatalom kizárólagos megszerzésére való törekvés okán, hanem eszmei szembenállás, azaz lényegi szembenállás, ezért nincsen kompromisszum, és ezért nincsen igaz annak, aki azt mondja, hogy én egyébként tudnék együtt működni ezzel a kormánypárttal, ha nem az lenne a vezetője. Nem tudunk együttműködni ezzel a kormánypárttal, bárki is a vezetője, mert a lényegével állunk szemben. Közben egyre határozottabb arról beszélünk, hogy a mi politikai karakterünk az már tartalmilag azt gondolom, hogy korábban is az volt, de mondjuk a észlelt világban kevésbé, de egy szociáldemokrata karakter. Ha körülnézek a világban, akkor ma nem az az a probléma a világban, és most nem a Magyarországról beszélek, hogy ebben a nyugati világban, hogy alkotmányosan az ember nem egyenlő. Alkotmányosan egyenlő. De miután lehetőségeiben végletesek a különbségek, ezért valójában nagyon sokak számára a szabadság semmi más nem jelent, mint szabad elviselni az alávetettségedet. Szabad téged tönkretenni. Szabad visszaélni a túlhatalommal. Nagyon sokak számára ennyi a szabadság, és miközben a szabadságot kiterjesztettük alkotmányosan, nem tudtuk a hétköznapokban a szabadságot megtölteni lehetőséggel. Ma nem az a probléma, hogy nem elég szabad a piac, a gazdaság, ma az a probléma, hogy nem elég emberi a világ. Ezért amikor mi azt mondjuk, hogy legyen világosabb, hogy mi azok között vagyunk, akik emberibbé, egymásra odafigyelőbbé akarják tenni a világot, amikor azt akarjuk, hogy olyan államot akarunk, amely vigyáz rád, akkor beszélünk szociáldemokráciáról, és az az igazság, hogy ott, ahol a mi szabadságunkat korlátozzák, az nem a szabad világ rendszer problémája, hanem az Orbán világnak a problémája, ami egy specifikus probléma, mert egyébként Nyugat-Európa nagyobbik részén, Németországtól, Franciaországon át is, nem mondom tovább, abba a legkonzervatívabb kormány sem akar beleszólni, hogy ki hogyan éli a magánéletét, ki kit szeret, és nem folytatom. Valójában tehát ebben az értelemben nem a szabadságunkat kell kiterjeszteni, csak meg kéne óvni ettől az átkozott hatalomtól. Ma tehát azt gondolom,
hogy amikor mi azt hangsúlyozzuk, hogy egyébként normál 20. századi szabadelvűként mi alapvetően szociáldemokraták vagyunk, és hogy ebben a küzdelemben az emberekre vigyázó módon, az emberek hétköznapjaira tekintettel elsősorban ez legyen a mi ismertető jelünk, akkor azt hiszem, hogy végtelenül helyesen járunk el, mert még meg lehet vitatni ötször alkotmányos kérdéseket a magyar emberekkel, de a magyar emberek a végén azt fogják kérdezni, hogy rendben van, és miből élek meg, és hogyan nem babrálnak ki velem, és hogyan nem élnek vissza az erejükkel az erősök, és hogyan védtek meg bennünket. És a demokratikus koalíciónak olyan pártnak kell lenni, ami érzi a zsigereiben, hogy nek az első számú feladata az, hogy együtt tartsa ezt az országot szociális, kulturális értelemben is. Mert akkor erős a nemzet, hogyha az élettapasztalataik, a hétköznapi élettapasztalataik inkább közösek, nem pedig egy világ választ el bennünket. Mert ha egy világ választ el bennünket, abból nem nemzet lesz, hanem tömeg. Mi pedig nem tömeget akarunk Magyarországból csinálni, hanem hazát akarunk Magyarországból csinálni. Mi az első számú kérdésünk? Mint ehhez képest kell elrendezni. Az az első számú kérdésünk, hogy maradhat-e Magyarország ezzel a történelmi úton, innen kezdtük. Az volt a válaszunk, ti tapsoltatok, láttam, és nem udvariasságból. Ugye? Mondjátok már, hogy nem. Az volt a válaszotok, hogy igen, az a feladat, hogy igazítsunk az ország sorsán. Na most igazítani az ország sorsán, akkor lehet, hogy ezt a kormányt leváltjuk. Na most, ha ez meg így van, és nem tisztességtelen dolgot kell érte tenni természetesen, nem embertelen dolgot kell érte tenni, akkor ehhez kell hozzárendelni az eszközöket. Ezért aztán én kifejezetten bizakodóan nézek arra az együttműködésre, ami most elkezdődik, amely természetesen nem egyszerű. Most, amikor választásokra készülünk, most még inkább látom, hogy az ellenzék egyik-másik pártjai között nem is olyan könnyű egységet teremteni. De még mielőtt valaki úgy felsziszenne, látom a kormánypártok küszködését Győrben és Csepelen mondjuk. Látom a tündöklő, fényességű kereszténydemokrata néppárt meglepődését Dunaújvárosban a Fidesz döntéséhez képest, hogy ki lesz ott a polgármester jelölt. Tehát az, hogy egyébként politikai közösségek között van vita, őszintén szóval a természetellen is az, hogyha nincsen vita, mert akkor miért két közösség? De ez egy nagyon nehéz feladvány lesz. Tehát én nem arra számítok, hogy akkor most automatikusan a mennybe megyünk közösen egy hosszú menetelésre, hanem nehéz munkára, egyeztetések sorozatára számítok, de azt gondolom, hogy látva az elmúlt heteket is, hogy van bennünk kellő türelem, alázat és tisztesség, hogy ezeket végigvigyük. Nincsen más utunk 26-ra, mint hogy újra valamilyen módon össze kell rendezni az ellenzéket, és nem kétséges, hogyha eljutottunk odáig, hogy ebben az ellenzékben talán a mi szavunkra figyelnek oda a legtöbben, hogy szépen fogalmazzak. Hát akkor nekünk van a legtöbb felelősségünk. És ebben túlságosan sok önmagáért való kényeskedésnek szerintem nincsen helye. Végül. Nincs értelme hatalmas erőfeszítések árán menni előre, hogyha nem világos a perspektíva, hogy hogyan, hova akarsz menni. Nincsen még egy olyan párt ma Magyarországon, amely számára egyszerre, most arra adottság, hogy világos történelmi perspektívával ezt szolgálni képes szervezett, alapvetően egységes politikai erővel, ezt alátámasztó emberi, kulturális erkölcsi viszonyokkal rendelkezik, ez a párt a demokratikus koalíció. Ezt a pártot ti csináljátok, és mi csináljuk. Szeretném nektek megköszönni, mint ahogyan az elmúlt években minden alkalommal ilyenkor, amikor az elnökség nevében a beszámolomhoz megjegyzéseket fűszettem, hogy velünk vagytok. Időnként azt gyanítom, hogy nem könnyű nektek. Időnként azt gyanítom, hogy nem könnyű velünk. Azt tudom neked mondani, hogy időnként nem könnyű veletek se. Tehát fittek vagyunk nagyjából. De mégis alapvetően az, amire vállalkoztunk, azt szépen csináljuk, hogy időnként sokkal nehezebbnek tűnik ez a feladat. Hát, ja. De egy percre ne kételkedjetek abban, hogyha van a történetnek jó oldala,
akkor mi ott vagyunk, ha van a történelemnek főutcája, akkor mi azon vagyunk, és hogyha el lehet jutni egy olyan állapotba, ahol az ország maga is úgy gondolja, hogy a világnak a jó oldalán van, jó felé megy, akkor azt velünk közösen fogja megtenni. Köszönöm szépen!